csirályok mindenhol, mint a tengerparton. Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet kinyerni energiát egy akkora szemétdombból, amelyik a tetén állok. 25 méteres a szemétdomb egyébként, és 4 millió köbméter szemét van alattam. Lassan betemet minket a szemét. Egyre többet hallani az emberiség jövőjével kapcsolatos hasonló jóslatokat, és ha azt vesszük, hogy a világ fejlettebb részein egy teljesen átlagos életvitelt folytató család is 1 kiló körüli hulladékot termel naponta, még csak túl apokaliptikusnak sem nevezhető egy ilyen jóslat. Akárhogy is tehát, a hulladékkal valamit kezdeni kell. Amit lehet, például a papírt, az üveget, bizonyos műanyagokat már viszonylag nagy hatásfokkal hasznosítunk újra, a szemét fennmaradó része pedig elégetésre vagy lerakásra, deponálásra kerül. Ebben a videóban az utóbbit járom körbe. Az igazán nagy szemétlerakókat nagyvárosok közelében találjuk, én a Debrecent és a vonzás körzetét kiszolgáló hulladéktelepet vettem célba. Hú, masszív, masszív büdös van. Na, hát most egy szemétdomb tetején állok gyakorlatilag. 25 méteres egyébként ez a szemétkupac, és 4 millió köbméter szemét van itt. Városból megérkeznek ugye a hulladékgazdálkodónak az autói, felhozzák ide a szemetet, leöntik, és az a kompaktor pedig szépen a hegyes kerekeivel letömöríti. Látunk egy csomó sirályt, nekik itt van nem messze az élőhelyük, és itt átjárnak ide kajálni. A 40 tonnás kompaktor, vagy a tömörítőgép brutális erővel bír, a tüskés kerekeinek köszönhetően pedig még hatékonyabban képes a tömörítést végezni. Ide tehát a lakossági, ha úgy tetszik, a kommunális hulladék kerül, azaz minden, amit nem a szelektív gyűjtőbe dobtunk. Ahogy látszik, sajnos jut ide papír, üveg és műanyag is jócskán. A szemét nagy része persze szerves hulladék, ezen szerves hulladék anaerob bomlása képzi majd azt a gázt, amivel a későbbiekben foglalkozunk. A hegyen egyébként csak ilyen kivételes alkalmakkor tartózkodhat idegen, és az esetleges fertőzések miatt csak speciális védőcipőben lehet ide feljönni. Masszív egyébként a bűz, tehát sokáig nem lehet bírni itt, de tényleg is ez most jó, ez már kezd rothadni ez a szemét, és akkor ez képzi azt a gázt, amivel most tulajdonképpen foglalkozunk, és most lemegyünk, megnézzük, hogy mi lesz ezzel a gázzal a továbbiakban. Maga a hegy 25 méter magas, rajta sétálva ez nem tűnik fel, de pár méter hiány, ez egy 10 emeletes ház magassága. Pontosan egyébként körülbelül 3,5 millió köbméter szemetet rejt a hegy, és 4 millió köbméter lesz majd, amikorra megtelik. Ennyi szemetet egy Debrecen méretű város és a vonzás körzete körülbelül 25 év alatt termel. Ez tehát egy már lassan lezárásra kerülő, de még épülő szemétdomb. Nézzük most egy másik fázist, egy átmenetileg felhagyott hulladékdepóniát. Ezt már befették, befüvesítették, itt jelenleg nem zajlik hulladék elhelyezés, még nem dőlt el, hogy a sorsa a rekultiváció, vagy esetleg az, hogy további hulladék elhelyezés céljából még felnyitják és újra csatasorba állítják. Itt egy óriási domb, szemét, ez több millió év múlva is itt lesz, nem bomlik le, mi lesz ezzel? Ez biztos megkapod ezt a kérdést. Ezt nagyon sokszor megkapjuk, igen, hogy mi lesz ennek a lerakónak a sorsa, vajon unokáink is majd ezt fogják-e nézni. Nagyon bízunk benne, hogy nem. Amikor betelik a hulladék lerakó, akkor átesik egy rekultivációs folyamaton. A rekultiváció az azt jelenti gyakorlatilag, hogy befedjük olyan rétegekkel, hogy utána már a csapadékvíz ne tudjon beszivárogni a hulladékba. Megtörténik egy nagyon szép füvesítés, ezzel gyakorlatilag tájba illesztjük magát a hulladék lerakót, és van egy 30 éves utógondozás, ami azt jelenti, hogy még azért, ami a hulladék lerakóból kikerül, csurgalékvíz, azokat még kezelni kell, illetve hát nyilván
lezárás után is, vagy rekultiváció után is történik még gázképződés, ezeket a gázokat is hasznosítani kell. A depónia többszörös védelmi rendszerrel került kialakításra, ennek egyik eleme a több rétegű szigetelés, ami jelent ásványi anyagszigetelést, geotextilt, polietilénfóliát és kavics rétegeket. Ezek a rétegek képesek megakadályozni, hogy a veszélyes gázok, folyadékok a természetbe jussanak. Mivel a domb lezárása után már levegő sem jut be, a hulladék anaerob körülmények között van, a szerves anyagok anaerob körülmények közötti bomlásakor pedig metán keletkezik. A metán a légkörre nézve gyilkos gáz. Jelenleg talán a legjobb dolog, ami történhet vele, ha elégetik, így ugyan jut széndioxid a légkörbe, de ez kevésbé veszélyes és kisebb mennyiségben jut ki, mint a metán. Azoknál a hulladék lerakóknál, ahol nem hasznosítják a hegy belsejében keletkező metánt, azonnal elégetik, ezért láthatók égő fáklyák a dombok oldalában. A metánt azonban hasznosabban is el lehet égetni, úgy, ahogy itt is teszik gázmotorokban, energiát kinyerve. Ezeken a gázcsapokon nyerik ki a gázt a hegy belsejéből, majd vezetékeken juttatják el a szomszédos erőműbe, ahol a gázmotor található. Itt jön a gáz. Milyen bizony, gáz? Bizony, abból a csővezetékből jön a depónia gáz. Ez metán tulajdonképpen? Metán tartalmazó gáz, de sajnos a metán mellett más eregyetek is tartalmaz, mint kén, szilokszánt. És azért, hogy ezek ne kerüljenek be a gázmotorba, védjük a gázmotort, ezért van itt ez a két szuper fekete tartályunk, ami aktív szenet és más szűrőanyagokat tartalmaz. Ez kiszedi belőle ezeket a nem kívánatos anyagokat, most nem mondom vissza ezt a kettőt, hanem maragszom. Tehát ezeket kiszedi, igen. És akkor utána már meg van tisztítva. Igen. A megtisztított gázt ezután a gázmotorhoz vezetik, és ott ugyanúgy, mint más robbanó motornál történne, elégetik a hatalmas gázmotorban. Méretébe tekintve nagy, teljesítménye tekintve nem nagy, ez egy 500 kW-os motor. Ha egy automotorral akarjuk összehasonlítani, ez olyan 650-700 lóerőt tesz ki. Az jó. Egy erősebb sportkocsi, uh-huh. Egy nagyon masszív utcai autónak mondható, ugyanolyan elemekből áll, főtengely, hajtókar, dugattyú, hengerfej, szelepek. Annyi a különbség, hogy egy alacsonyabb fordulatszámon megy, 700-as fordulatra állítottuk be ezt a motort, zsinórba termel, ami azt jelenti, hogy beindítjuk, folyamatosan pöfög, zötyög, jár és termel a villamos energiát. Akkor most nem megy. Most éppen nem megy. Jó, és akkor hogy lesz ebből villamos energia végén? A villamos energia úgy lesz, hogy erre van ráakasztva egy generátor, ugyanúgy, mint az autóba, a generátor végén pedig egy kisebb trafóberendezés csücsül, ami ugye termeli, feltranszformálja, az itt 0,4 kV-os energiát 22 kV-ra, az pedig a közcélú villamosenergia hálózaton jelenik meg. Én az elején azt mondtam ennek az egésznek, hogy most megtudjuk, hogy hogy lesz egy ekkora szemét kupacból energia. Hát akkor így. 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 Pontosan. Így lesz tehát elektromos áram a szemetünkből. A kérdés már csak az, mi lesz a szemétdombokkal, miután már nem termelnek gázt. Van rá esély, hogy egyszer felszámolásra kerüljenek? Hát ha nem is túl nagy, de esély az van. Amikor egy gazdaság elér arra a szintre, hogy a hulladéklerakóban lévő, még hasznosítható másodnyersanyagokat megéri kitermelni és hasznosítani, akkor ezek a hulladéklerakók felszámolásra kerülnek. Ez gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy kitermelik a hulladéklerakót, lerostálják, ami még éghető benne, nyilván a műanyagok, azokat energetikai célra hasznosítják, az inert anyagot, tehát a törmeléket, földet, azokat pedig töltésre, útépítésre. Nyilván ahogy az ingatlanoknak az értéke nő, annál kifizetődőbb lesz ezeknek a felszámolása. Ez nagyon sok pénzbe kerül, jelenleg erre még nem nagyon van pénz. A videóm a Magyar Távfűszolgáltatók Szakmai Szövetségének a támogatásával készült.